Szép napot kívánok minden hallgatónknak, ez itt a Fadi Podcast legújabb adása. Ismét Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával. Szia Tomi! Szia, szia győrű. És Szabó Dávid a Fadi Média főszerkesztője. szia Dávid! Sziasztok! Hát, amikor utoljára beszélgettünk, akkor egy nagyon szép győzelmi és játékszériában voltunk, hiszen ugye megvertük a Videótont, megvertük a Dózsát, megvertük ugye a Paksot, és becsülettel helytáltunk egész szépen a Betis ellen. Most egy kicsit más sorozatban vagyunk. Ezt Kubatov Gábor, az FTC elnöke egy ma reggeli interjúban hullámvölgynek titulált a Tomi. Igen, mindenképpen annak nevezném én is mind eredményekben, minden mutatott játékban, ugye az elmúlt mérkőzések nem úgy alakultak, ahogy, ahogy szerettünk volna, úgyhogy szerintem a, a hullámvölgy az egy teljesen helyén való kifejezés, és természetesen minden erőnkkel azon dolgozunk, ugye a szakmai stáva csapattal együtt, hogy, hogy ebből a hullámvölgyből minél hamarabb uh, ugye kifele menjünk, uh, ugye ehhez uh, megvannak nagyon rövid időn belül nagyon komoly kihívások, ugye a Celtic, Kisvárda, aztán majd a válogatott szünet után videóton, szóval most csak az elkövetkezendő három mérkőzés, úgyhogy nagy feladatok, uh, bízom benne, hogy a csapat készen fog állni, hogy uh, a hullámvölgyből ezeken a mérkőzéseken ki tudjunk jönni. Hétfőn is Péter Stögernek hívják majd az edzőt? Én, én úgy gondolom, hogy igen, szóval azért um, hogy mondjam, tárgyilagosan kell nézni az ő munkásságát, az eddigi munkásságát. Ugye bejutottunk az Európa-liga csoportkörbe egy nagyon nehéz sorozaton keresztül, ugye Szláviát kiverve, ugye most eddig az Európa-ligában azt mondom, hogy a lévekúzen el idegenben egy nagyon jó teljesítmény nyújtott a csapat, nem szereztünk pontot, sajnos Betis ellen szintén jó teljesítmény nyújtottunk. A Celtic ellen többet reméltünk, főleg az utolsó 15-20 perc nem nézett ki jól. Ott azért nem érzem, hogy ekkor különbség lenne a két csapat között. Úgyhogy természetesen most a, a holnapi mérkőzésre az eredmény az, ami a legfontosabb. Szerintem ugye nem arról kell most, hogy szóljon, hogy igen, jól tartottuk velük a, a lépést, igen, felvettük a versenyt, igen, jól támadtunk le, vagy, vagy jól játszottunk, hanem hanem eredménycentikusan kell játszani, és megpróbálni pontot pontokat szerezni a holnapi mérkőzésen. Visszatérnék a korábbi gyakorlatunkhoz, amikor azért mérkőzésről mérkőzésre elemeztünk, hiszen ahogy ezt annak idején is célul tűztük ki, a podcastban nem szeretnénk semmit se bejelenteni, ellenben szeretnénk a kulisszák mögé menni. Hát amit Szefetül nézett ki, az inkább a két bajnoki mérkőzés, az Alegerszeg és az MTK elleni összecsapás. Kezdjük talán azzal, amelyiket el is vesztettük az Alegerszeget. Ott mi volt a hiba? Most nehéz az, hogy, az, hogy hozzáállás, vagy mentalitásról beszélni, de, de sajnos nem csapatként játszottunk ott. Szóval mindenki saját magának próbálta, vagy a saját maga elképzelése módján el, elintézni azt a mérkőzést, és nem pedig csapatként. És hogyha ezt nem így teszünk, akkor, akkor nem lesz esélyünk egyetlen egy csapat ellen sem, mindegy, hogy ki az ellenfél. Ugye, hogyha visszaemlékszünk, nagyon komoly egyéni hibák előzték meg a gólokat, de egyeteműen látszott, hogy koncentrációs hibák voltak. Legyen az egy, az egy, bedobás, ami teljesen érthetetlen, legyen az, hogy mire lett fölhívva a, a figyelem a csapat részére, hogy pontrugásokat próbáljuk, nem az, hogy próbáljuk, kerüljük el, mert ugye ez az, ami a legnagyobb esélyt nyújtja mindig az ellenfelünknek, bárki is az a magyar bajnokságban és euh, miből kaptuk a gólokat. Utána 0-2-ről euh, már nagyon nehéz felállni, szóval akkor nem lehet az hogy na jó, akkor mostantól persze csinálom úgy, ahogy kellene, hanem az első pillanattól kezdve nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy, ahogy kellett volna, az ellenfél bizonytalan voltam úgy, tényleg egy nagyon rossz sériában euh, edző kérdéssel tulajdonképpen, és mi meg euh, képesek voltunk felépíteni őket, ami nagyon nagy hiba volt a részünkről szurkolói fórumokat böngészve a drukerek elsősorban azt rólják fel a csapatnak, hogy a helyzet kihasználás nem túl jó. Ezt a szakmai stáb is így látja, és tesz-e ellen, hogyha igen? Természetesen ugye nagyon sok, legalábbis, hogy tesz ellen mindenféleképpen, ugye pont az is, hogy hogy ugye az első helyzetekből gólt szerezni, ugye mindegyik mérkőzésen meg volt erre a lehetőség, de nem használjuk ki. Ugye ez is a koncentráció az, hogy, az, hogy tisztában lenni, hogy az első egy-két lehetőségből, hogyha vezetést tudunk szerezni, akkor ez teljesen más játékot enged a csapatnak. Ugye akkor a mélyen védekező ellen, hogyha most a magyar bajnokságról beszélünk, akkor ki kell, hogy jöjjenek egy picit előbb-utóbb, nekünk azért az önbizalmat ad egy picit könnyedséget. Úgyhogy ezzel persze a helyzet kihasználással, hogyan támadjuk a, a, a 16-os tulajdonképpen a kapu előtti területet, hogy meglegyen mindig legalább három emberünk, aki, és az elsőnek mindig a rövid kapufa fele menni kell. Hogyha nem is kapja a labdát, akkor viszont elvigye az embert, hogy a hosszú nélkező, illetve a kipattanó, a 11-es ponton érkező. ez az, amit a Péter is mindig kér, hogy legalább három embernek bent kell lenni a 16 belül, de az a cél igen hogy gólt akarok szerezni. A szelti ellen is például volt három, olyan beadásunk, olyan középre érkező labdánk, hogy ott gólra éhesen be kell robbanni, és be kell, hogy dobjam magam. Nézzük meg a Celtic csatárát, ugye, a második gólt, amiből szerezte. Szóval ezek olyan, olyan példák, amikor egy fél helyzetből tudsz esetleg gólt szerezni, amivel te javadra tudod eldönteni a mérkőzést, és ez az, az edzéseken is, ugye az elemzésekben is, meg az edzés gyakorlásoknál külön is, ez meg van követelve a játékosoktól, úgyhogy bízunk benne, hogy a mérkőzésen is ezt uh, minél jobban meg tudják majd valósítani. Még az elemzésre visszatérve, a szurkolok állandóan az előző edzőhöz hasonlítják a mostani csapatot, nem csak az edzőt. Ugye annak idején, annak idején pár hónappal ezelőtt is talán, de pár évvel ezelőtt Szergeinál az jelentett nagy újdonságot, hogy iszonyú mennyiségű elemzés volt. Én emlékszem, mennyit videóztak, mennyit elemeztek. Péter esetében is ez van? Péter is természetesen elemzi a mérkőzéseket, elemzi az ellenfelet, ugye balogákossal együtt, a három másik, a három pályedzőjével együtt, ugye nagyon sokat dolgoznak ezen. Összehasonlítva a, a két edzőt most ilyen téren a Szergely többet csinált, több volt nála, hosszabb volt a videózás most. Az hogy, az, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, ez ugye az eredmények mutatják tulajdonképpen. A játékosok részéről is sokszor volt, hogyha nem tudom, 40-50 percet egy videózás eltartott már, nem tudták úgy azt az információt felvenni. Úgyhogy az a lényeg, hogy, hogy tényleg olyan módon a, a tartalmat, a lényeget megtalálja az edző, a Péter most ebben az esetben, amit a játékosok föl tudnak venni, amit meg tudnak valósítani, és nem a mennyiség a lényeg ebben, hanem a minőség, Ö, és ö, ebben is azért a Péter most főleg a szeltik mérkőzésben láttam, hogy, ö, hogy konkrétabb volt, hogy, ö, hogy élesebb volt ilyen téren, úgyhogy ö, de persze minden edzőnek más és más a kvalitása, úgyhogy mindig az összehasonlítás ö, a két edző között, az ö, nem tud azért hogy működni, mert ugyanúgy a Guardiola, meg a Klopp is teljesen más edző, mégis sikeresek. Így van, és ott vannak azok a fránya 11-esek, amikor már azt hittük, hogy a Mirtó és a Tökmag kihagyta, amit ki lehetett, akkor újabb ászunk a hibázott. Így van, és most... <laughs> nem lehet ezt gyakorolni? Most de nagyon a kérdés, is, is de gyak, nem lehet. De ma is gyakorolták például, de ugye lehet automatizmusokat kialakítani, de azt, a, azt az állapotot, főleg mentális állapotot, ami a pályán akkor van abban a helyzetben, azt nem tudod semmilyen módon modellezni. Úgyhogy a Ryan ugye nézve a, a ciprusi 11-eseit, meg most, ami nálunk is már berúgott, körülbelül 20-11-esből talán kettőt hibázott. Nekem is, tetszik, megmondom őszintén, ez a stílusú 11-es végrehajtás. Sokkal jobban látnám, hogyha határozottan igen, elképzelése olyan erővel megrúgva, hogy ha a kapus még abba az irányban megy, akkor sem nagyon legyen esélye. És, és, pont ilyen helyzetben, ugye, amikor jössz vissza a mérkőzésbe, ugye szépítettél, hogy az bemegy, akkor valószínűleg megfordítjuk a mérkőzést. De ez is egy olyan jele annak, hogy addig belúttad ezeket a tizeneseket, ezeket a szituációkat, ott pedig azon a mérkőzésen, hogy összességében nem voltunk annyira élesek fejben, és előbb-utóbb ezt megbünteti. Most töröztem az imént a ryan de az igazsághoz tartozik. Hogy ugye a Lewandowski is tegnap kiabált egy büntetőt, igaz, hogy helyette szerzett több gólt is. <gül> <gül> úgy, így úgy, és ha ezt így teszi a Ryan, akkor, akkor nem lesz probléma. Ugorjunk, mondta Pósolaki úr, és ott az MTK mérkőzés, amiről azt hittük, hogy azt most már tényleg gólokkal fogjuk megnyerni. És hát ehhez képest talán még, még halványabbak voltunk, még tompábbak, mondhatom így. Igen, a tompa az, tomp az jó szó, ugye kielemezve a mérkőzést, Um, ugye most, hogyha uh, akaratról vagy, 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 hozzáállásról beszélünk, ugye uh, csak egy adott példa, hogy azon a mérkőzésen ugyanannyit futottunk, mint a szlávi elleni hazai mérkőzésen. Úgyhogy itt nem arról volt, hogy a csapat nem akart, vagy a játékosok, hogy nem akart. Jaj, bocsánat, tegnap este SMS-eztem a Bali Petivel, csak áruljam el, mert láttam, hogy a Bayern München Benfica mérkőzésen a 10 kilométer se futották le a csapatok. Jeleztem a Petinek, aki ugye állandóan büszkere, hogy hány kilométert futunk, nem kell azért olyan sokat futni, hogy egy Bayern Benfica teljesítményt hozzunk. By the way. E, így van, szóval az Csak hogy ne legyünk ezt... olyan büszkékre, hogy az MTK ellen olyan sokat futottunk. Nem, én, én ezt... volt. Így van, így van, szóval, de, nem, de nem az akaratom múlott, mert ha az akaratom múlna, akkor, akkor nem láttad volna ezt a, ezt a mennyiséget. Viszont azt, hogy, hogy nem egységesen, hogy azon a mérkőzésen is, ugye nem egységesen, nem egy időben, nem egyszerre csináltuk, hanem, hanem ugye az, hogy, saját maga, nem tudom, a Mirto, a Toki, vagy most mondhatnám bármilyen neveket, próbáltak ők, de, de nem egységesen távol voltunk egymástól, nem volt szervezett a csapat, az nem tudsz akkor. Akkor ez jön ki belőle, hogy Jaj, fölöslegesen bocsánat, Bocsánat, meg fognak róni az ülői kommentelői, hogy közbevágok, de akkor is ezzel nem voltak közel egymáshoz, de nagyon közel voltak egymáshoz. A tök és az úzóni majdnem összeverekedtek a pályán, de nagyon közel voltak egymáshoz, nagyon közel voltak ahhoz, hogy még nagyobb baj legyen. Így van, de ez is mutatja, hogy hogy van egy bizonyos feszültség, egy elégedetlenség a játékosokon belül is, szóval őket is nagyon intenzíven foglalkoztatja mondjuk két ilyen mérkőzés, amikor, amikor nem az az eredmény jön ki, meg nem az a játék, amit ők is elvárnak saját maguktól, meg minden szurkoló jogosan elvárja, meg mi is ugye a, a csapattól. Az, hogy ilyen a, já a pályán megtörténik, az, az nem szabad, hogy ugye a stadionban bajnoki mérkőzés közben, Viszont a másik oldalról az meg nem baj, hogyha akár edzésen, vagy, vagy akár most az öltözőben is néha van, viszont olyan, hogy, hogy picit egymásnak zőrednek a játékosok, és utána viszont le van tisztázva minden, és akkor tiszta lappal megyünk tovább. Ez szerintem mondjuk jól ott a gyirmot elleni mérkőzésen, hogy ők sokkal jobban keresték egymást, sokkal jobb volt az ő összjátékuk, ami az előtte lévő mérkőzéseken nem volt úgy megfigyelhető. Úgyhogy ez, ez minden csapat életében, én is sok csapatban játszottam, voltak ott olyan verekedések néha edzésen, de utána le kell tisztázni, megvan a következménye, hogyha kell büntetése, és utána viszont el kell felejteni, és a közös cél érdekében pedig egy irányba menni. Úgyhogy de persze egy bajnoki mérkőzésen ez így kifele, nem szabad, hogy előforduljon, mert ez egy rossz üzenet így a, a, csapattal kapcsolatban. Itt még az MTK meccsre rákapcsolnám az újaknak az érkezését. Ugye Besics és Marin is olyan célra érkezett, hogy aztán egy idő után akár ők jelentsék a meccseken a különbséget. Jelent egyelőre, amíg a beilleszkedési fázis van problémát, az, hogy ők bele kell illeszteni ebbe a csapatba. Ugye Besics kezdő volt, ha jól emlékszem, hogy lecserélték a szünetbe az MTK ellen, de közben úgy mélység jó labdákat osztogat, azt már látják a szurkolók is, de mennyi idő kell még, hogy ő tényleg használra legyen ennek a csapatnak, illetve a Marin is most már egyre többször beszállt csereként, és még ide tenném kicsit Gápricsot is, mert ő mindig el megemlítik a drukkerek. Igen. Hát ugye a, a két ugye legrégebben érkező játékos, ugye Márkorról és, és Móbesicsről beszélve, Nekik, nekik még azért olyan szinten időre van szükség, ugye, hogy Móbesics mielőtt hozzánk jött, egy évig nem játszott mérkőzés, nem játszott tétmérkőzés. Úgyhogy ő saját magával szemben is türelmes kell, hogy legyen, ami nem az erőssége, mert, mert tényleg ő is azt várja, hogy már csúcsformában legyen, hogy a, hogy a csapatnak mindig nagyobb hasznára legyen. Én azt mondom, hogy ideális helyzetben, mondjuk a téli felkészülés után várható majd az, hogy hogy ő, ő például tényleg a top formához közel legyen, amikor mind fizikálisan, dinamikában, ugye ő most még, még nem azt mutatja, ami, ami őt jellemezte mondjuk a régebbi, karrier, itt a karrieres során eddig, úgyhogy ezért neki is keményen kell dolgozni, amit meg is tesz, ami egy nagyon pozitív személyiség. Az öltözőben nagyon jó hatással van a többiekre, de látszott, hogy ott egy ilyen fásultság, fáradtság, tompaság volt az ő játékában is, úgyhogy nem lenne igazságos vele szemben, hogyha már most azt várnánk, hogy a hátán vigye a csapatot, de középtávon bízunk benne, hogy, hogy tud majd lenni a csapatnak. Márko esetében pedig ő is türelmetlen, minél többet szeretne játszani. Az látszik is, amikor ő a pályán van, ugye volt az MTK-nél utolsó 20 perc is, hogy amikor beáll az ő gondolat, vagy a gondolkodása, gondolati gyorsasága, az, az egy más szint. Ő meg tudja gyorsítani a játékot, azzal, hogy egy-két érintéssel játszik, az hogy olyan mélységi passzokat csinál, amit, amit más nem tud. De hát ez az edző, úgymond dolga, felelőssége és, és elképzelése is, hogy, hogy milyen módon szeretne neki több szerepet szánni, Úgyhogy ezt majd a jövő megmutatja, de én mindig azt mondom, hogy minden játékosunknak a maximum kell teljesíteni edzéseken is, hogy az edzőnek minél nehezebbé tegye ezt a döntést, és minél több jó opció legyen, közül választani tudom. Azért merem megkérdezni, mert Gyirmuton elhangzott egy szakembertől, és ezt mesélték nekem a történetet, hogy a játékát, ugye a szurkolók többször kritizálják az ő játékát is, és a Zakari játékát is, holott, mondta ezt a szakember, mind a kettő túl jó, mint mintha túl jó lenne. Tehát, hogy, hogy olyanokat tudnak, amit a, a, a többiek nem éreznek. Egyikük túl gyors, a másikuk túl ügyes. Valóban így van? Máko játékát ugye előbb már jellemeztem, hogy ő, hogy ő milyen értéket tud a, főleg mondjuk egy mélyen védekező csapat ellen. Ezek az utolsó megoldások, az utolsó passzoknál, az a kreativitás, az a bátorság. De ez igen, és a többieknek is alkalmazkodnia kell, hogy van egy játékos, aki egy-két érintéssel játszik, úgy, vagy egy olyan mélységi paszt tud nekik adni, ami mondjuk eddig nem volt jellemző. Krisztofernél, Ott másképpen látom ott, a Krisztofer ő egy, ő egy igazi melós játékos, egy igazi őszinte, aki hihetetlenül nagy mezőnymunkát tesz bele a csapat érdekében. Sokszor túl sokat, szóval túl sokszor feláldozza saját magát, tényleg annyira, annyira a csapatban gondolkozik, hogy hogy fölösleges, dolg, fölösleges futásokat, beindulásokat ö, csinál meg, ö, ahelyett, hogy mondjuk ö, minőségében, szóval több labdaérintése lenne, nyugodtabb lenne azoknál a megoldásoknál, mert olyan, olyan hektikusan akarja megoldani, túlságosan túlpörgi ezeket a dolgokat. Úgyhogy, de amiben úgy, úgy egyetértek, hogy ugye minden játékosnál, új játékos érkezésénél nagyon fontos, hogy egy az, hogy ő tudjon valamennyire alkalmazkodni a csapathoz, de a csapattársaknak is ki kell használni az ő képességet. Szóval beindul, nem tudom, tízszer mélységbe, üres területbe, és nem kapja meg egyszer se a labdát, akkor az nem csak az ő hibája, hanem az is, hogy a csapatások nem ismerik fel. De hogyha ő meg túl sokszor indul be, és abból fölösleges néhányszor, azért mondom, ez egy, ez egy állandó, ugye, finom hangolás, ami még, ami még, nem tökéletes, az biztos. Mindent összevéve, Magyar Bajnokság talán a legjobb futbalistai nálunk vannak, ha egyéni képességekről beszélünk, hiszen nálunk van most már a régóta a Norvég gólkirály, ugye Zakaria a Norvég bajnokság egyik legjobbja, a Cipusi bajnokság legjobbja, a svédek sírdogáltak, amikor Karias Ülit elengedték, akkor ugye a Marin, a Besics, a Tökmag, de valahogy, valahogy ez most nem áll össze. De miért nem? Szóval most már a tizedik forduló után vagyunk, játszottunk seregni nemzetközi mérkőzést, ami többet ér, mint száz edzés, szóval, hogy hogy valami itt még mindig nem stimmel. Tomi, mi nem stimmel? Mi, miért nem dominálunk? Hát, ez, hogyha olyan egyszerű lenne most ezt egy dologgal megfogni, akkor, akkor persze a, a akkor Péter gyorsan is... leszadna az öltözőben is. Elmondani. Így van, így van. De ami, ami, nagyon fontos, ugye, hogy a csapaton belüli összhang, az jobb kell, hogy legyen. Szóval most ugye egy edzőváltás után is um, egy bizonyos mondjuk vezetői stílus, ami jellemző volt hogy az előző edzésnél, edzé, edzőnél, most ez egy másmilyen. Erre hogy reagálnak a játékosok? Um, hogy um, ezt úgy érzik, hogy akkor most több szabadságuk van, vagy pedig több felelősségük, és, uh, és ezt, uh, ezt, uh, ezt akkor kihasználják. Nem is az, hogy nem negatív értelemben, hanem pont az, hogy pozitív értelemben, hogy, hogy több uh, felelősséget vállalnak a csapat érdekében. Um, úgyhogy én ebben nagyon látom azt a, azt a, helyzetet, hogy, hogy csapatként egymásért játszva abban kell, hogy erőre répjünk. Egyéni képességekben teljesen szerintem egyetértünk, hogy, hogy, abban a csapat abban a csapat kimagaslik az ember es mezőnyből, hogy ezt láttuk európai mérkőzéseken és hogy kikkel tudjuk felvenni a versenyt. De az, hogy ezt állandóan megmutatva, és nem ilyen hullámzóan, ahhoz nagyon fontos, hogy, egy az, hogy nagyon nagy respekt legyen a csapaton belül, hogy legyen egy konkrét elképzelés ugye a szakmai vezetés részéről, és, és legyen tényleg, akit követnek így a játékosok. Úgyhogy abban, abban valamit javulnunk. Ugye egyéni sorsok is, amik voltak ugye a, nyár folyamán, ajánlatok, lehetséges eligazolások, most kevesebb játék, szóval ez egy ugye ilyen nagy és erős keretnél, ez ugye egy állandó ugye man management is, szóval itt nem csak arról szól, hogy most át tudom-e venni a labdát, hanem milyen kedve van a játékosnak, azt hogy érem el, hogy tényleg ő... Á, bocsánat, erre szoktuk azt mondani itt mi házon belül, hogy sok millió érvünk van amellett, hogy motiválva legyen. Azért nem mindig ilyen egyszerű emberekről beszélünk, és, és ugye én is voltam ugye játékos, most pedig vezető. Tudom nagyon jó, hogy egy játékos elsősorban azt figyeli, hogy, hogy neki jó legyen. Szóval az már tisztelt a kivételnek, de legtöbbször ugye a játékos abban gondolkozik, hogy igen, az én sorsom, az én karrierem, az én jövőm, az én helyzetem. Ezt a gondolkodást tényleg abban az irányba terelni, hogy, hogy a csapat sikerének érdekében, még akkor is, hogyha vannak nehéz helyzetek és, és nehéz szituációk, sokan átéltük, sok játékos volt ebben a helyzetben, de akkor is az félretéve. Úgyhogy, visszünk viszünk magunkkal néhány ilyen, ilyen dolgot, most már nyár óta, és, és ez is okozza azt, hogy, hogy ez a hullámzó teljesítmény figyelhető meg. Említetted azt, hogy csapatként fejlődjön az együttes, de az edző mennyit tud -e ezt hozzátenni? Illetve, már kulisszákról beszéltünk, ugye Péter Stöger, hogy éri meg ezeket a hullámvölgyeket? Milyen a hangulat? Ugye a sajtótájékoztatókon azt látjuk, hogy egy vereség után is nyugodtan nyilatkozott, de mondjuk az öltözőben másabb a hangszíne? Na, természetesen ő, ő, tisztán, konkrétan látja a dolgokat, a folyamatokat, hogy, hogy mik történnek, ugye. Most ő nem fog gyökereiben megváltozni, szóval neki van egy stílusa, amit, amit, képvisel, ugye az pont ez a, ez a kiegyensúlyozott, ez a, ez a higgadtabb uh, kisugázás. De igen, nagyon tört... jó együtt dolgozni vele, tehát egy, egy imádnivaló és vérprofi. Így van, így leszakenni. van, és, de ugyanakkor, ugyanakkor az a játékosok, meg hogy mondjam, voltak olyan ö, megoldások, vagy olyan eszközök, ugye most játékos kitett a keretből, aztán visszakerült, nem játszott, szóval úgy, ő is azért mindent megpróbál ennek érdekében, hogy tényleg a csapatot a lehető legjobban tudja felkészíteni, és a legjobban együttműködő csapatot tudja a pályára küldeni. Mondom azért, az edző mellett, ugye ez a játékosok felelőssége is, hogy hogy ez működni tudjon de neki is természetesen alkalmazkodnia, nem, a, nem alkalmazkodnia, hanem, hanem reagálnia kell, kellett bizonyos dolgokra. Ugye a klub elnöke a mai interjúban egyértelműen kiállt az edző mellett, tehát akármi történik, nem lesz most edzőváltás, ez lendületet adhat, tehát ez segíthet? Ugye ez nem téma a csapaton belül most egy ilyen. Nem tudtam csak? Igen, igen. Most én legalábbis hozzám nem jutott el, hogy, hogy ugye a játékosoknál ez bármilyen módon is, is téma lenne. Én is azt mondom, hogy, hogy össze kell tartani, és, és a hullámvölgy ellenére is közösen azért dolgozni, hogy az elkövetkezendő kemény sorozatot, ugye hat bajnoki mérkőzés, három Európa-liga mérkőzés, a lehető legsikeresebben tudjuk megfírni. Aztán természetesen utána kielemezni a, a tapasztalatokat, de bízunk benne, hogy, hogy most tényleg egy olyan széria következik, hogy, hogy pozitív dolgokról tudunk majd akkor elgondolkozni. Hát ugye kiveséztük akkor a mögöttünk hagyott mérkőzéseket, akkor kettő van előttünk, amit légy szíves, szakmailag is értékei. Mi várható ugye a Celtic ellen, és miben bízzunk a Kisvárda ellen? Ugye a szeltiket érintettem már egy picit előbb, ugye kielemezve főleg az ellenük lévő idegenbeli mérkőzésünket. Ott azért volt a játék, főleg az első bekapott gólig, ugye együtt is néztük a mérkőzést, azért a szeltik nem tudott igazán helyzetbe kerülni, nekünk megvoltak azok a kontra lehetőségeink, amit hogyha az utolsó passzoknál, az utolsó döntéseknél jobban cselekszünk, akkor, akkor abból igenis komoly gólhelyzet is alakulhatott volna ki. Pont amikor kezdtük elhinni, hogy most már ugye a második elején fújt, akkor jobban felbátorodhat a csapat, elkövettük azt a hibát, hogy labdavesztés után nem olyan visszatámadás volt, ahol kellett, volna nem voltunk rendezettek, és ezt megbüntették, úgy, mint a Leverkusen is az első mérkőzésen. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon fegyelmezett védekezés, stabil védekezésből indulva, de bátor játékkal azért, szóval úgy abban is tisztában kell lenni, hogy a Celtic egy, egy jó csapat, de mondjuk, hogyha megnézem úgy a, a hátsó négyesüket, ugye a szélsővédők, belsővédők, a középpályásaikat, akkor most nem mondanék egy olyan nevetse, hogy fú, ki, milyen jó lenne, hogy itt lenne a csapatunk. Persze Jotta, egy nagyon jó játékos, akkor a, a japán a gól, aki elő játszik, szintén egy nagyon érdekes játékos, úgyhogy ők ketten különbséget tudnak tenni, nagyon figyelni kell az ő játékukra, de, de határozott tényleg önbizalommal, hittel kell játszanunk, de azért se felejtjük el, hogy mondjuk hogyan értük milyen nemzetközi szinten a sikereinket, amikor pontot, pontokat mentenek, Egy nagyon stabil védekezés, egy jó teljesítménnyel, nagyon jó együttes csapatmunkával, és utána ezekből a kontratámadásokból. Úgyhogy ez tud nekünk uh, uh, sikert nyújtani. A csapatot az elmúlt uh, két-három napban nagyon koncentráltnak látom az edzéseken, úgyhogy uh, bízom benne, hogy, hogy tényleg az eredményekkel azt kell kihangsúlyozni, hogy most nem szép játék, nem is annak, hogy, hogy, a minősége persze legyen jó, de az eredményt azt próbáljuk kiangsúlyozni. Utolsó mondatodra kapcsolódna rá ez a kérdés, hogy ugye a klub célja tavaszi porondon, nemzetközi porondon szerepelni. A játékosokat mennyire kell erre emlékeztetni? Mit látsz rajtuk, hogy ilyenkor ezt föl kell emlegetni, vagy inkább oldani kell a feszültséget köztük a szeltikelni kulcsfontosságú meccs előtt? Tehát az, hogy most így nyíltan kommunikálva, persze, ez, szeretnénk, hogyha még tavasszal is lehetőségünk lenne nemzetközi mérkőzést játszani. Azért látva a, a csoportunknak az erősségét, azért, hogy mondjam, reálisan is kell értékelni, megnézni a helyzetet. Úgyhogy mi szeretnénk most az a legfontosabb, hogy a szertik mérkőzésből a maximumot kihozni, ott egy jó eredményt elérni nem pedig abban gondolkozunk, hogy most tavasszal akkor, akkor mi lesz, hanem utána jön majd aztán a Betis, utána jön a Leverkusen, lépésről lépésre megyünk, most a szeltike koncentrálunk, az a legfontosabb. De ugye mindig mondjuk, hogy a legeslegfontosabb, az a bajnokság megnyerése, hogy élvezhessük a mögöttünk hogy ott esztendők gyümölcsét, ugye kiemeltként a Bélben, ezt pedig hát Kisvárdán nyerni kell. Így van, ez, ez teljesen tisztában van vele mindenki, és, és egy kemény feladat lesz, ugye a Kisvárda most már 11 forduló után is otthon ugye az első helyen, még akkor is, hogyha a vesztett pontokat tekintve mondjuk mi lennénk ott, ugye azért se felejtjük el, hogy most a hullámvölgy ellenére is és ott vagyunk, vagy ott lehetünk az első helyen, de ez egy, egy nagy feladat, tényleg egy olyan csapat, aki, aki önbizalommal tele fog majd a mérkőzésbe érkezni, ugye két szép eredménnyel a hátuk mögött, egy, egy szervezet, egy, egy jól összerakott csapat, aki, aki hisz a képességeiben. Ugye még egy, egy az is leginkább kontrafocival verték meg, szóval nem arról van szó, szóval, hogy ők nem tudom mennyire dominálnák a játékot, szóval én azt várom, hogy szintén mi leszünk azok, akiknek majd megoldásokat kell találniuk egy, egy mélyebben védekező, szűken védekező csapat ellen, ami az mindig kell türelem is, hogy ezt fel tudja törni, nem szabad, hogy frusztráció alakuljon ki de mindenki számára tiszta, hogy ez egy ö, olyan mérkőzés, ahol, ahol, bizonyítani kell, szeretnénk, hogy igenis ö, ö, csak a Fradi lehet a magyar bajnak, senki más. A elleni mérkőzés befolyásol bármit, ugye pár nap telik el, és azért egy komoly mérkőzést vívunk. Természetesen, ugye minden mérkőzés befolyásolja aztán az azt következőt, szóval ö, a játékosok terhelése szempontjából remélhetőleg nem lesz, de előfordulhat sérülés, hogy a felkészülés arra a mérkőzésre, ugye most a kis egész héten csak belülünk készülhet, ugye a mi játékosainkból, a mi játékunkból, erre nekünk ugye szinte egyáltalán nem lesz lehetőségünk, mert a csütörtöki mérkőzés után pénteken van neked egy regenerációd, szombaton tulajdonképpen a második nap a, a terhelés után, ami ugye a legveszélyesebb, hogyha a sérüléseket veszünk, szóval tudsz talán egy ilyen, lazát, taktikai jellegű mozgást csinálni. Természetesen kérdés, hogy mennyire akar majd a Péter rotálni esetleg, ugye azokban a játékosokban, akik csütörtökön kevesebb lehetőséget kapnak. Úgyhogy Na, most szinten... hát egy ilyen rotáció volt, már éppen a Kisvárda ellen, és hát az nem jött be. Nem, most egy rotációt nem azt mondom, hogy, hogy egy komplett új csapatod, de most lehet egy 3-4 poszton, lehet, hogy szükség van rá, akár sérülésbe, akár fáradtság miatt akár a játék felépítése miatt, úgyhogy játék rendszer esetleg változása miatt, úgyhogy nagyon sok befolyásoló tényező van erre tekintettel, de ez, hogy mondjam, ezzel ez, mi tisztában vagyunk, ugye nem véletlenül akarunk, hogy mindig a legmagasabb nemzetközi szinten játszani, úgyhogy ezt a kihívást pozitívan kell venni, úgy kell hozzáállni, hogy most a szelti kellene egy jó mérkőzést, jó eredményt lehetőség szerint elérni és utána pedig nagyon-nagyon gyorsan a kisvárdára. És semmilyen, úgymond, uh, alibi vagy kifogás uh, nem érvényes. Ismerve a nehézségeket, ezzel mindenki tisztában van, de ott is csak a győzelem lehet a cél. Ez volt a legjobb. Végszok üzdeni, mindig feladni soha. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm, Tamás, köszönöm, Dávid. Ez volt a Fadi Podcast. Hajrá, Fadi. Hajrá, Fadi.